Biztonságosan az iskolába, ezzel a címmel szervezett nagycsoportos ovisoknak közlekedésbiztonsági programot a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet. A KTI adatai szerint országos átlagban évente mintegy 600-7 év alatti gyermeket ér valamilyen közlekedési baleset, ezért az erre való nevelést már az óvodában el kell kezdeni. A mi célunk az, hogy a jövőben sokkal felkészültebb, jobb közlekedők legyenek majd a magyar utakon, és ezek a gyerekek azok, akik a jövő közlekedői, úgyhogy tulajdonképpen a közlekedésbiztonság a mi felfogásunk szerint náluk kezdődik. Ami még nagyon fontos, hogy a közlekedési tárca kiemelt figyelmet fordít a gyermekek közlekedés biztonságára, ebben az intézetünk partner, és a mai esemény egy nagyobb programnak a része. Alapvetően azt szeretnénk, hogy biztonságos közlekedése felkészítés az óvodás korcsoportba elinduljon, nagyon fogékonyak, és itt meg lehet alapozni azt a munkát, amit majd később folytatni kell egyébként. Zárójelben mondom, hogy otthon a családokban is folytatni kell ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy milyen példát mutatnak a szülők ezeknek a gyerekek. A biztonságos óviba az intézményeket támogatjuk, őket segítjük a nevelési program megvalósításában, és ennek egy programeleme tulajdonképpen a biztonságosan az iskolába, ahol az óvodából elballagó gyerekekkel foglalkozunk, mint ma is. Ők alapvető közlekedési ismeretekkel találkoznak egy ilyen nagyon jó kis játékos környezetben, mégis a valós közlekedési szituációkat képviseli ez a mai rendezvény, ezt mutatja meg nekik, és egyébként abban bízunk, hogy ezek a biztonsági szabályok ezek mélyen beléjük kivódnak, és a közelgő nyári szünetben már hasznosítják. A Közlekedéstudományi Intézet felmérései azt mutatják, hogy az elvárt ismeretekhez képest az ovisok rendelkeznek a legtöbb tudással, ellenben az idősebb korosztályok már nem teljesítenek ilyen jól. Védőfelszerelését, ilyen térdvédőt, könyökvédőt, meg kézvédőt. Először jobb nézek, utána balra nézek, ha nem jön semmi, átmegyek. Amikor a zebrán a lámpa zöldre vált, akkor kell átmenni. Mi ezt mérjük. Tehát azért nagyjából sejtjük, hogy milyen a szabályismeret. Persze itt a személyes találkozásoknál sok új információ meg tapasztalat jön. Az ovisok mindig a legjobbak. Tehát az elvárt tudáshoz képest ők rendelkeznek a legjobb tudással, hála az óvónéniknek, annak, hogy gyakorlatias még a felkészítésük, hiszen sétálnak a településen, látják ezeket az egyszerű szabályokat, és ez be is ivódik, és nagyon befogadóak. Ha leosztályoznánk a tudást, akkor az óvisok ötöst kapnának. Néha csillagos ötöst, ebben a városban egészen biztos, hogy így van. Aztán sajnos, ahogy megyünk följebb a korcsoportokba, ez már nem egészen igaz. Az általános iskolások felső tagozatai már csak középszerűen teljesítenek, a középiskolások bukásra állnak ebben a megmérettetésben, ami egyébként azért szomorú és kevésbé vicces, mert ők egyenjogú közlekedőként megjelennek, egyébként a gépjármű forgalomban is már, és még egy dolgot mindig meg szoktunk említeni, hogy 12 éves kortól járművezetőként a gyerekek részt vesznek a közlekedésben, ugye biciklit vezetnek, ami jármű, és főútvonalon is tehetik ezt 12 éves koruk fölött. Tudnunk kell, hogy megfelelő tudással vannak-e felvértezve. Ez a tél ajándékot. Jó, akinek már van ajándék. A résztvevő gyerekek és minden ballagó ovis Szekszárdon kapott egy csomagot. Amivel ma még készültünk, hogy a résztvevő gyerekek, és remélem, hogy az összes ballagó ovis majd a városban, kap egy biztonságos közlekedési csomagot, aminek az elemei egyrészt a láthatóságukat növelik, mellény, láthatósági hátizsák, egyébként ezt már strandoláshoz meg majd aztán tesi órára menet tudják használni. Másrészt pedig olyan eszközök, ami magát az iskola kezdést támogatja, tehát a szülők is kapnak segítséget, színes ceruza, ceruzakészlet, vonalzó és így tovább, amire szükség lesz, de mindegyiken elrejtettünk valamilyen közlekedési üzenetet vagy közlekedési szabályt. A május és június között megvalósuló 10 várost érintő roadshow utolsó állomása volt a Tolnai vármegyeszékhely.